Szadán már hagyomány, hogy advent időszakában az idősek napja alkalmából felköszöntik a szépkorúakat, vendéglátással és műsorral kedveskednek nekik. Idén a zenés ünnepséget december 2-án tartották a faluházban. A megjelent vendégeket a nagyközség polgármestere Pintér Lajos köszöntötte. Örömmel jöttem ma délután, hogy több éves szadai hagyományt is tiszteletbe tartva köszönthessem Önöket a szadai idősek napján. Hagyomány az is, hogy ezen a napon egy zenés ünnepi műsorra és vendéglátásra várja Önöket Szada nagyközség képviselőtestülete a faluházban. Mielőtt átadnám a színpadot a szereplőknek, szeretném megosztani az itt lévőkkel azt a gondolatot, miszerint a mi korosztályunk szerencsésnek mondhatja magát. Mert nekünk még napi élményeink lehettek a nagyszüleinkkel. Rajtuk keresztül kaphattunk egy mintát arról, hogy a sok munka, a tisztesség és a szorgalom kifizetődő dolgok. Lehet egy mintánk arról, hogy a családokat összekötő, elfogadó szeretet mekkora erőt jelenthet. Azt is tudjuk, hogy Önök nélkül szürkébbek lennének az ünnepek, a vasárnapok, amikor a sütemény illattal telik meg a ház, almáspite, fánk, más szóval pampuska, finom házi baraclekvárral, emlékezhetünk rá. Tudjuk, hogy nagymamához és a nagypapához oda lehetett menni egy jó szóért, vigasztalásért. Azt is tudjuk, hogy nem lehet elégszer megköszönni azt, hogy vannak nekünk. Sokan nyugdíjas klubba eljárnak, unokára vigyáznak, és mindenben segítik Szadát. És hogy Szada számíthat Önökre. A faluház vendégei a Black Rose társulat Legyen ünnep című műsorát láthatták, hallhatták. Az együttes a legismertebb karácsonyi hangulatú könnyű zenei és örökzöld dallamokból nyújtottát válogatást a közönség számára. Zárta űszaját, ahogy a régi nagymamát, s ha látta apánk nem figyel, esténként súgva kezdte. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek. Szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel az ég maga. Bár azt mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők. A repülők, a szívük ég, csak ég. Kohári Gábor a Szadai Nyugdíjas Kórus oszlopos tagja, rendszeres résztvevője a nyugdíjasoknak szóló programoknak. A jeles eseményeket fényképezőgépével szokta megörökíteni. Hogy tetszett Önnek a műsor? Én nekem nagyon tetszett, mivel itt én amúgy is éneklek, benne vagyok a falu kórusban is, és ezeket a dalokat hármilyen részét ismerem. És el is tudtam volna énekelni őket. Talán még énekeltek is közben?
Igen. Mit jelent önnek a karácsony? Hogyan várja? A karácsony az én nekem a lényegében szeretetről szól. Az emberek egymáshoz hozzáállás, szóval a kapcsolódás, hogy emberi szeretet, tisztelet, minden egymást szeressük, tiszteljük. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Köszönjük szépen! Az idősek napi ajándékműsorra nem csak Szadáról érkeztek vendégek. A Szadai Nyugdíjas Klub és a Faluház vezetősége a Veresegyházi Nyugdíjas Egyesület tagjait is meghívta. Nagyon jó műsor volt, köszönjük szépen a lehetőséget. Most én hívtam a Zsóka engedélyével Veresegyházról barátainkat. Ők kisegítettek bennünket, mikor mentünk fürdeni 50 fős busszal, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor meghívjuk őket, hogy jöjjönek, legyenek részesei a mi ünnepségünknek. A Nyugdíjas Klub igen aktív. Lesznek-e karácsony környékén advent időszakban rendezvényei? Hát 9-én lesz nyugdíjas összejövetelünk, karácsonyi ünnepség, egy kis megemlékezés a nyugdíjasainknak. A veresegyházi vendégek örültek a meghívásnak, nekik is jól esett hallani a karácsonyi dallamokat. Nagyon tetszett, nagyon szép volt, megható volt, és tényleg olyan csodálatos. Nagyon örülünk, hogy meghívtak bennünket. Tényleg szívesen vettünk részt ebbe a szép ünnepségbe. Mit jelent az advent időszaka a karácsony önöknek? Hát nézzék, a karácsony az évek óta, ugye mi a nagyszüleinktől, meg a szüleinktől tanultuk, és mi ebben nőttünk föl, hogy ez egy kicsit ugye a visszaemlékezések, meg egy kicsit az ember azért ugye a környezetében, hogy úgy rendet tegyen a családjába. Ez igaziból egy olyan bűbánó hónap ez az adventi, hogy az ember magába szálljon is, és valahogy az emberi kapcsolatokat is úgy ébreszte föl, hogy azok tényleg nagyon szeretetreméltóak legyenek az emberek irányába. Mostanában kicsit úgy érezni, hogy nem erről szól a karácsony. Hát igen, úgy érezni, de próbáljuk a mi közösségünket rávenni arra, hogy ezzel a baráti társasággal is, mert Veresegyházon több nyugdíjas klub van, többiekkel is jó kapcsolatot ápolunk, és ugye a kistérséggel is, és főleg a szadaiakkal most már, ugye többször volt egy közös kirándulásunk, és igazából nekem ez az adventi időszak így a várakozás, hogy várom az ünnepet, várom a gyerekeimet, haza unokáimat, úgyhogy erről szól, és tényleg úgy készítsem elő a családot, hogy mindenki jól érezze magát. A dolgok úgy szakadnak félbe, mint az élet. Leheted nagyszerű, de még sincs ráad el. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Nem szabad együtt lennünk, mert azt el nem tűrni más. Én is beálltam, és beállsz te is a sorba, hogy ki melletted áll, annak fogd kezét. És a kép előtted lassan összefolynál, nem kell felelned senkinek a véletlen könnyekért, hiszen erre vártunk, s ma újra összegyűltünk, hogy egy évben egyszer boldogok legyünk. Állnak körben a gyermekek,
kiáltanunk, ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel. Pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul, miért nem lehetsz itt közel? Lehet ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem érlekel. Ahogy égnek a fények, én is elégek. Ha nem lehetsz, miért nem lehetsz itt közel? Miért nem lehetsz itt közel? Miért nem lehetsz most közel? Szépkorúak képviseletében mit tudnának javasolni, ajánlani a karácsonnyal kapcsolatban a fiataloknak? A legnagyobb boldogság a karácsonykorom, amikor tényleg nem az ajándék, hogy mit kap, hanem az a figyelmesség, az a szeretet, amit egymás iránt. Mi a klubban is tényleg ezt próbáljuk érvényesíteni, hogy az emberi kapcsolatok és a jó kapcsolat, az emberi szeretetet, azt valahogy visszahozni, mert valahogy úgy érezzük, hogy ez egy kicsit úgy elhalványult már. És ez nagyon jó lenne, hogy átadni majd a fiataloknak is, visszahozni nekünk is, mert talán mi is egy kicsit eltávolodtunk már ettől, talán mink, ha segítünk, akkor a fiatalok is ezt jobban érezni fogják, hogy szükség van rá. Nemből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvi, lássátok. Istennek fia, aki született Jászolban, Jászolban, ő lesz ennéktek, üdvözítőtök valóban, valóban. Mellette vagyok az édes anyja, Mária, Mária. Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik, szent fia, szent. Köszönjük szépen a trió koncert! A műsor végeztével a szervezők a megjelent vendégeknek házi süteménnyel, kalácssal, forró teával és forralt borral kedveskedtek.